felöltöztettek a helyi ruhába. Mit kell erről a ruháról? Hát kérlek szépen, ez a kék nép, a szaharai népnek a népviselete. Ez egy tradicionális kultúra. Téged szeretnek? Hát az éjszaka nem sok alvás volt, itt már az egerek futkostak. Egyik lukon be, a másikon ki. Erzsi, Erzsi! Erzsi, Erzsi! Javádom. Köszönöm. Rendben! Egy hónappal ezelőtt a későn jövő márciusi tél idején jártam életemben először a Nyalka és Pannonhalma között fekvő Győrságon. Nem sokan laknak itt, alig 1400-an. Többségük Győrben dolgozik, ugyanis helyben kevés a munka lehetőség. És még étteremből is csak egy van, egy szó mint száz, Győrság amolyan kedves, aranyos, unalmas kisfalu. Nos, ennek a kedves, unalmas kisfalunak van egy igazi csodabogara, egy 65 éves titokzatos asszony Erzsike, akit nehéz lenne nem észrevenni. Erzsike ugyanis egy olyan 5800 köbcentis autóval jár, amelyből csak egy van ebben az országban, hiába ez a kocsi a kedvence a titokzatos nyugdíjasnak, aki pontosan tudja, hogy a hóbortjai miatt a faluban őt mindenki megbámulja. Itt Győrságon rám furcsán néznek valószínű, mert látják, hogy itt a három kutya, a cicák, az autók, és azt még senki nem kérdezte meg, hogy miért állatokkal élek együtt. Erzsike a környéken született, és már fiatal lányként az egészségügyre tette fel az életét. Ápolónő lett. Majd egyszer csak elment Amerikába, ahol kórházakban dolgozott, de tagja lett például a helyi profi hokisok szurkolói klubjának is. 22 évig élt Amerikában, aztán amilyen váratlanul elutazott, olyan váratlanul haza is költözött Győrságra, egy takaros kis házba, ahol ritkán fogad látogatót. Csak a kocsik, a kutyák, no és a nagy titok veszi őt körül. Az a titok, amiről senki sem tud, még ebben a kicsi faluban sem, mert a titkot csak különös papírlapok őrzik. Én egész életemben írtam naplót, mert szerettem rögzíteni a fontos dolgokat, úgyhogy később is vissza tudjam lapozni, és utána nézni, hogy azok a dolgok változtak. A nyugdíjas asszony, mint gyerekkora óta mindig, most is ír. Ezúttal nem naplót, hanem levelet egy kisgyerekről. Aztán, ahogy szokta, ezt a levelet is elküldi majd nagyon sok helyre. Erzsike ugyanis egészen különleges emberekkel levelez. A nagyon nagy álma, egy kisgyerek, na meg a titok miatt. Én mindig vágytam gyerekre, de még most se adtam fel, és mindenre képes lennék. A világ végére elmennék egy gyerekért. Ez már Budapest belvárosa, alig 80 méterre vagyunk a parlamenttől. Itt él Erzsike levelének egyik címzetje, aki már neve alapján sem akárki. Szlimán ben Ahmed ben Lailal ben Lu'ban ben Bahia vagyok. Régen végeztem a Műszaki Egyetem, 78, most 10 év folyamatos vagyok Magyarországon. Tuareg harcos térképet mutat. Ő az afrikai sivatag legjobb magyarországi ismerője, leendő utitársam, vagyis Szlimán ben Ahmed ben Aylal ben Waban ben Bahia, remélem jól ejtettem a nevét. Ahmednek támadt egy egészen elképesztő ötlete, azt javasolja, hogy a győrsági nyugdíjas nénit egyszerűen el kellene vinni a Szaharába, és ott majd ő talál neki egy gyereket. Hihetetlen az egész, ráadásul ötletéhez Ahmed még azt is hozzáteszi, hogy bizony nagyon veszélyes helyre kellene utaznunk. Ez a világ nagyon nehéz konfliktus katonailag, turisták nem járnak, csoportok nem járnak, de mindent megteszünk érte, hogy Erzsi megtalálja ebbe a világba egy szép kislány. Kezdődhet a nagy kaland. Utazunk egyelőre még csak Róma felé, nem is akárkikkel. A nagyő, vagyis Molnár Anikó és alkalmi udvarlói éppen Szicília felé tartanak. Van itt minden, pezsgő, meg fotózás, aztán a kamerák is előkerülnek. No meg Erzsike, hiába, őt is érdekli a műsor. Anikó nagyon helyes lány volt, azonnal beavatta útitársát a részletekbe. Mi most Rómában átszállunk, és megyünk tovább Szicíliába, és ott el fogjuk játszani a keresztnevet. Messina 3 nappal később. Azt már én is csak a tévéből tudtam meg, hogy a mediterrán udvarlás igazán jól sikerült. Anikóikat teljesen lenyűgözte a szicíliai luxus. Pár ezer kilométerrel délebre a győrsági nyugdíjas asszony közben egészen mással volt elfoglalva. Hát az éjszaka nem sok alvás volt, itt már az egerek futkostak.
egyik lukon be, a másikon ki, amelyiken kiment, azon bejött. Szóval hamarosan lesz patkány, csótány, skorpió meg teve is, de ne szaladjunk ennyire előre. Egyelőre ez még csak Algír, Algíria fővárosa. Hát itt egészen pontosan 5 rövid felvételt készíthettem. A 4 milliós városban ugyanis mindenhol katonák posztolnak, filmezni pedig tilos. Aztán majd 2 nap alatt nagy nehezen eljutunk a sivatag határára. Itt már elvileg foroghat a kamera, csak azt tudnám, hogy minek, ugyanis semmit sem látok. 300 kilométert autóztunk Tinduftól déli irányba, és ez itt a Szahara éjszaka. Aztán éjszakai szálláshelyünkön megjön az áram. Ennyi látszik a Szabad Oázis nevet viselő központból. Ahmed hamar átöltözik igazi tuaregé, én meg közben benézek a mosdóba. Nem is kell csalódnom, mert víz ugyan nincs, viszont a zuhanyzó tálcában kiváló természetfilmet lehet forgatni, méghozzá több felvonásban is. Másnap reggel. Így már sokkal jobban be tudom mutatni, hogy hol is vagyunk valójában. A Szabad Oázis Ahmed szerint központi helyen fekszik, bár azt nem igazán tudom eldönteni, hogy vajon mihez képest. A tuaregek minden esetre tényleg itt találkozgatnak egymással. Mindenki tetőtől talpig beöltözött, az asszonyok többsége az arcát is eltakarja, errefelé ez így illik. Időközben a bázison engem egy nem várt, óriási megtiszteltetés ér. Ahmed barátomnak hála az egyik legnagyobb megtiszteltetésben lehetett részem itt a Tinduf melletti nyugat-szaharai menekültáborok központjában. Felöltöztettek a helyi ruhába. Mit kell erről a ruháról? Hát kérlek szépen, ez a kék nép, a szaharai népnek a népviselete. Ez egy tradicionális kultúra. Téged szeretnek, ezért tették, hogy legyen közöttük te. Egy szaharai ember mától. Ezúton is köszönöm a szeretetet. Délelőtre feléled az oázis. Az információs központ ugyan zárva van, de legalább a telefon és fax centrum már kinyitott. Ez az a hely, ahonnan Erzsike utoljára haza tudott szólni a szeretteinek. Nem akarnak enni, biztos nagyon bánatosak, tudják, hogy világgá mentem. Egy egész napos várakozás után végre nekivághatunk a Szaharának. Fogalmam sincs, hogy merre megyünk, kijelölt úttal még véletlenül sem találkozunk. Bismillahirrahmanirrahim. Délután 3 óra van, meg kell állnunk a Szahara kellős közepén. Allahu akbar, Allahu akbar. Ahmed és Mustafa a sofőr Allahhoz imádkozik, Erzsike pedig természetesen lejegyzeteli mindazt, amit lát. Allahu akbar. Az ima véget ért, autózunk tovább a semmi közepén. Erzsikének néha nagyon jó kérdései vannak. Például nem érti, hogy hová mennek itt az emberek. Mert az tény, hogy néha látunk valakit, aki megy csak úgy valamerre, miközben a legközelebbi oázis is 100 kilométerre van ide. Végre megérkezünk. Még ugyan nem az úti célunkhoz, hanem Nyugat-Szahara legnagyobb múzeumához, de Ahmed szerint ezt a kiállítást Erzsikének mindenképpen meg kell néznie. Hát tényleg nem akármilyen szerencséje van Erzsikének, ugyanis láthatja a nyugat-szaharai Polisszárió Nemzeti Front nevű gerilla szervezet múzeumát, ahol az általa eddig még nem ismert páncélozott járműveket, gépágyukat és az aknavetőket is megtekintheti. Gondolom egész életében erre vágyott. Itt, ez nagyon szép! Aztán jön az elmaradhatatlan emlékfotó, majd Ahmed megtanítja Erzsikét arra, hogy hogyan kell sorozatvetővel szitává lőni az ellenséget. Nem is csoda, hogy mire elérünk a kiállítás vendégkönyvéig, Erzsike már valósággal el van ájulva a látottaktól. Mit értel le, Erzsike? Azt írtam, hogy csodálatos látványban volt részem, köszönöm. Közeleg az este, indulunk tovább, és valahogy megtaláljuk újabb szállásunkat. Erzsike először a földön kap helyet, a legjobb szobában. Ott, ahol nem más, mint a Szahara gerilla vezére, Muhammed Abdelaziz vigyázná az álmát. De hamar kiderül, hogy a vezéren kívül, a legjobb szobában túl sok a patkány, a skorpió és az egér, ezért Erzsikének költöznie kell. És itt ezen az estén, Győrságtól sok ezer kilométerre végre kiderül, hogy miért is lakik Erzsike otthon kutyákkal és macskákkal, és miért akart ide utazni. A Szaharában végre fény derül a naplóíró asszony legféltettebb titkára. Egyáltalán nem érdekel, hogy milyen körülmények között vagyunk itt, hogy nincs víz, hogy nincs fürdő,
hogy a földön kell aludni, ez mind eltörpül amellett, hogy 39 éve várok arra, mióta a saját gyerekem meghalt, hogy egy kicsi babát vagy egy gyereket magamnak érezhessek, és magamhoz ülelhessem. Azon az estén meglátta a napvilágot az én drága Andreám. De pár óra múlva közölték, hogy meghalt az én angyalkám, meghalt a kisgyermekem. A fájdalomtól üvöltöttem, anyaként meghaltam. Tudtam, sohasem lehetek már boldog anyuka. Senki sem mondja nekem kacagva, hogy drága mama. Hát ezért olyan fontos ez az expedíció. Másnap kora reggel. Erzsét, én hoztam az ágyba a reggelit, jó reggelt kívánok. Jaj, de rendes vagy, köszönöm szépen. Fogása, kenyér, csokoládé és kávét. Utazásunk sokadik napjának délelőttjén végre Ahmed Ben Szulejmán fantasztikus hírt kap a sivatagi központban. Megvan a 317-es számú gerilla árva, egy kisgyerek, akit Erzsike örökbe fogadhat. Végre megtanultunk a kislány, Maimunát hívják, 9 éves. Az apja meghalt a nyugat-szaharai háború, az anyja sátorban, tűzben meghalt. Erre a reménység ottunk. Erzsinek több mint 40 év várta ezt a szép ajándék. Az események innentől kezdve nagyon felgyorsulnak. Terepjárunk száguld a kislány felé, de még legalább 500 kilométert kell megtenni. Útközben elérünk a legnagyobb gerilla táborhoz. Átvizsgálnak minket. Közben a tábláról megtudom, hogy ennek a sivatagi helységnek többek között Róma és Firenze is a testvérvárosa. Hamar kiderül, hogy egyelőre nem mehetünk tovább, úgyhogy ismét várakoznunk kell, ezúttal egy tevecsorda társaságában. Aztán egy kicsit később Erzsike megint belecsöppent valamibe, ezúttal egy igazi tömegtüntetésbe. Az egész úgy kezdődött, hogy mindent elleptek a katonák, ami nem is csoda, hiszen nem is olyan régen itt még súlyos harcok dúltak. A fiataloktól az idősekig mindenki eljött a tüntetésre, a szaharai tuaregek, vagyis ahogy magukat nevezik a kék nép, a megszállt területek felszabadításáért tüntet. Hihetetlen egy kép. A magyar nyugdíjas néni egy harci felvonuláson fényképez. Aztán Ahmed bemutatja barátját a helyi gyerekeknek. Innentől pedig nincs megállás. Erzsike egy csapásra közönség kedvenc lesz. A katonák végül tovább engedtek minket. Újabb egy nap, újabb több száz kilométer. A Szahara szívében vagyunk. Megérkeztünk a menekültáborba, ahol a kislány Maimuna is él. Ránk köszönt a homokvihar is. Erzsike előpakolja a magával hozott ajándékokat, aztán nekivágnak gyalog. Ők ketten. Barátok a homokviharban. Maimuna most egy távoli rokonánál van, és már értesítették, hogy jönnek érte. A helyi szokásoknak megfelelően a férfi, vagyis Ahmed Ben Szulejmán előre megy Erzsike egyik ajándékával. Hosszú percek telnek el. Izgatott vagyok, mert már csak a kislánytól egy ajtó választ el, és nagyon izgulok, hogy örülni fog-e nekem, vagy elfogad-e majd, és majd szeretni tud-e, mert én szeretni fogom, az biztos. És végre itt a nagy találkozás. Erzsike átölelhet egy kisgyereket, akinek az apja és az édesanyja is meghalt, és aki most már papíron is hozzátartozik. Előkerülnek a játékok, mindenki nagyon boldog volt. Beteljesedett egy nagy álom. Győrságtól sok ezer kilométerre a Szaharában, ott, ahol a tuaregek ősi legendája szerint az ég a földdel összeér.